Itt vagyunk a Szekszárdi Law Roadshow-n, és itt áll mellettem a Rift eSports-nak a lövésze, Dugó. És azt szeretném először kérdezni tőled, ugye nemrég fönt beszélgettünk arról, hogy hogyan jött a neved. Tudnál egy kicsit mesélni erről, mert nagyon vicces. Igen, hát ez a név régről származik, bátyámtól kaptam, és az a története, hogy még kiskoromban egyszer mentem fürdeni, és mindig kádba fürödtem, és egyszer úgy engedtem a vizet, hogy nem dugtam be a dugót, és kb. 10 percig folyt a víz, és ennek eredményeképp kaptam ezt a megtisztelő nevet a bátyámtól. És ez azóta is rajtad maradt, és hozzá is szoktál? Tehát meg is szeretted ezt a nevet? Igen, azóta már mindenhol ezt használom, ami ilyen online világban. Beszéljünk egy kicsit szomorúbb témáról. Ugye most éppen nem sikerült a döntőbe bejutnotok, kikaptatok a Wanderstag-nak a Mix csapatától. Hogy érzed, mi volt az, amit elrontottatok? Úgy készültünk, hogy late game kompozíciót állítottunk össze, és úgy akartunk játszani, hogy early-ben full passzívan próbálunk nem meghalni, farmolni, és mikor már mindenkinek megvannak a core itemek, és már mindenki erős, akkor úgy csapatharcolni. Ez sajnos nem jött össze, mert topon sajnos Köles többször is meghalt. Ez még annyira nem lett volna baj, de aztán nagyon elmentek, és ezért folyamatosan buktuk a harcokat, és így végül kikaptunk. Mi az, amit leginkább ki kell javítanotok majd a hamarosan induló Magyar Elit bajnokságra? Én szerintem azon kellene javítanunk, hogy lénen ne halljunk meg egybe se, és próbáljuk meg a jungle gankeket is minél jobban elkerülni. Mire számítasz? Sikerülhet a továbbjutás, vagy esetleg bennmaradhattok a legjobb négy között? A legjobb négy között szerintem mindenképpen tudunk maradni, viszont ahhoz, hogy tovább is menjünk, ahhoz még gyakorolnunk kell sokat, és a saját hibáinkat kijavítani. Természetesen, mert nagyon jó csapatok vannak. Van esélyünk, még ha egy csekély is, de mindent megteszünk majd azért, hogy a legjobb eredményt érjük el. Hát akkor sok sikert kívánok a továbbiakban, köszönöm szépen!